Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Magamutogatás, zaklatás, szexuális erőszak. Nőtt a szexuális bűncselekmények száma Tolna megyében. Fokozott ellenőrzések, nagy erőkkel készül a rendőrség a szexuális szüreti napokra. Energetikai fejlesztések, magánlakások és a városháza is megújul Pakson. Születésnap, 70 éves a Bonyhádi képzőművészeti kör. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Idén több szexuális bűncselekmény történt Tolna megyében, mint tavaly. 9 hónap alatt közel annyi, mint tavaly egész évben. Akkor 51 eset volt. A szakemberek azonban nem győzik hangsúlyozni, hogy számtalan eset marad felderítetlen. Ezt jelzi az a tény is, hogy a különféle mentális problémával pszichiátriára érkezők több mint 15%-át szexuálisan bántalmazták már. Két kislánnyal szerepel egy fotón egy paksi 43 éves zenetanár, aki szexuálisan molesztált gyerekeket még 2014-ben és 2015-ben az általa szervezett művészeti táborokban, Váralján és Óbányán. Ott szemelte ki a 11 és 12 éves kislányokat. Rendszeres volt ezekben a táborokban, hogy a férfi egy sátorban aludt a gyerekekkel, és amikor a többiek elaludtak, akkor az általa kiválasztott, kiszemelt kislányok mellé az ágyba befeküdt, őket simogatta, ruhán keresztül a hasukat, a mellüket simogatta, és többször szájon is csókolta a vádlott ezeket a kislányokat. Ezért a bíróság őt folytatólagosan elkövetett, minősített szexuális visszaélés büntette és kiskorú veszélyeztetésének a büntette miatt mondta ki bűnösnek. A férfit a komlói járásbíróság 6 év börtönre ítélte és eltiltotta a tanítástól. Az ügy úgy került napvilágra, hogy a lányok a közösségi oldalon osztották meg, mi volt a művészeti táborban. A szexuális bűncselekmény nem ritka Tolna megyében. Idén is több esetről beszámoltunk már. Ezeken a felvételeken az az autósülés látható, amin egy dombolvári férfi megerőszakolt egy 10 éves kislányt még júniusban. A rendőrség fotóin a helyszínelés és az erőszak nyomait láthatjuk. A férfi a kislányt filmnézés ürügyével csalta autójába, a lány menekülni próbált, de a férfi kést szorított a nyakához. Ezt az őcsényi férfit pedig az Egyesült Királyságban fogták el a rendőrök. A 41 éves férfi saját 14 éves lányát erőszakolta meg, heti több alkalommal a gyermek 11 éves korától kezdve. A rendőrség szóvívője elmondta, Tolna megyében melyek a jellemző szexuális bűncselekmények. Tolna megyében a személyremsértés az, amelyből a legtöbbet elkövetnek. Ez általában azt jelenti, hogy akár férfi, akár női személy az nemi szervét tagadja másoknak, azoknak az akarata ellenére. Ez a személyremsértés. A szexuális erőszak az a klasszikus megerőszakolás, amit az emberek megerőszakolásként élnek meg. Kertész Ágnes pszichiáter azt mondja, a terápiák során többször kiderült, hogy a szorongással, szexuális élet zavaraival, vagy egyéb mentális betegséggel hozzájuk érkező pácienseket gyermekkorukban szexuálisan bántalmazták. 15%-a a nőknek bántalmazott, és bizony egyre gyakrabban tapasztaljuk a férfi pácienseinknél is azt, hogy valamilyen bántalmazás húzódik ezeknek a későbbi kríziseknek a megjelenésében. Idén több szexuális erőszak történt Tolna megyében, mint tavaly. 9 hónap alatt közel annyi, mint tavaly egész évben. Akkor 51 eset volt. A fűtési szezon közeledtével a hulladék égetés veszélyeire, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára figyelmeztető kampányt indít a katasztrófavédelem. A Ne gyújtsa, gyűjtse szelektíven elnevezésű tájékoztató kampány célja, hogy megelőzzék az elmúlt években egyre gyakoribbá váló kéménytüzeket, illetve az ezekből eredő lakástüzeket. A szakemberek iskolai foglalkozásokkal, lakossági fórumokkal, szórólapokkal hívják fel az emberek figyelmét a hulladék égetés veszélyeire, valamint a kéményseprők az ellenőrzések során is tájékoztatják a lakosságot arról, hogy a hulladék égetés nyomán a kémények falára lerakódó koromréteg kéménytűzhöz, illetve lakástűzhöz vezethet.
Rengeteg rendőr lesz Szekszárdon és a város környékén a szüreti napok ideje alatt. A rendőrség munkatársai így gondoskodnak a közrend fenntartásáról, és természetesen szondáztatni is fognak, mégpedig sok helyszínen és nagy erőkkel. Arról egyébként, hogy ne legyenek, akik ittasan vezetnek, a helyi önkormányzat is gondoskodott. Szerződést kötöttek a két legnagyobb taxiszolgáltatóval, hogy a rendezvény ideje alatt folyamatosan több taxis legyen szolgálatban. A rendőrség ettől függetlenül azt kéri a szekszárdi borokat megkóstolóktól, hogy semmiképpen ne üljenek volán mögé. Fontos az, hogy mindenki felhőtlenül tudjon szórakozni. Azonban azon kívül, hogy a felhőtlen szórakozás mindenki számára meglegyen, mindenkinek szeretnénk felhívni a figyelmet a felelősségteljes szórakozásra. Itt arra gondolok, hogy a Tolna megyei rendőrfőkapitányság felhívja az állampolgároknak a figyelmét, hogy abban az esetben, hogyha a fesztiválon alkoholt fogyaszt, már pedig ugye a születi napok általában erről szól, azt tegye meg egészen nyugodtan, viszont ne üljön volán mögé. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy ezekben a napokban zömében a tömegközlekedési eszközöket, illetve a megerősített szolgálatban lévő taxisokat hívják, hogy mindenki biztonságban hazaérhessen. Az Experidance táncegyüttes fellépése évek óta a szekszárdi szüreti napok első hivatalos programja. Ebben az esztendőben a Nostradamus című előadást állította színpadra a társulat. Az együttes műsoraiban egyszerre védi, ápolja és újjáteremti a magyar kulturális értékeket. Olyan egyedi és senki mással össze nem téveszthető táncnyelvet alakított ki, mely egyedivé és nagyon látványossá teszi a showt. Az előadásról bővebben a kultúrszobában láthatnak beszámolót. Közel 290 millió forintból újítják fel Pakson a városházát. A szakemberek még idén megkezdik a munkálatokat. Emellett folytatódik az önkormányzat által támogatott panelprogram is, amire eddig 148-an jelentkeztek a város lakói közül. Szeptemberi soros ülésén mintegy 200 témát tárgyaltak a városatyák Pakson. A grémium többek között döntött a polgármesteri hivatal energetikai felújításáról, melyhez 78 millió forint önerőt biztosít a közel 209 millió forintos pályázati támogatás mellé. Még 2017-ben nyert topos forrást a felújításra a város, azonban jóval kevesebb összeget, mint amire beadták. Ezt kellett kipótolni, a tervek készen vannak, a munkálatok a közbeszerzési pályázat kiírásával még idén elkezdődhetnek. Én nagyon örülök annak, hogy hozzáfogtunk, belevágtunk ebbe a felújításba, hiszen ahogy azt a testületülésen is mondtam, azért én egy 20 éves adóssága van már a városnak ezzel, hogy egy olyan polgármesteri hivatal, egy olyan városháza létesüljön itt Pakson, amely méltó a városi ranghoz. Tovább újulnak és szépülnek a paksi lakások, házak is. Ugyanis a testületi ülésen energiamegtakarítást eredményező pályázatok támogatását is jóváhagyták a városatyák, melyre 148 lakossági igény érkezett be. Ebből jóval több a hagyományosra benyújtott igény, ez 133, az iparosítottra pedig mindössze 15. A paksi önkormányzat minden igényt kielégít, összesen 84 millió forint támogatást nyújt a felújításokra, melyek többek között fűtéskorszerűsítést, nyilászáró cserét, szigetelést és megújuló energiafejlesztést is tartalmaznak. Meg kell szabadulniuk a szarvasmarháik egy részétől a tejtermelőknek, mert olyan szélsőséges volt az idei időjárás, hogy nem termett elég takarmány, amit ezért, ha meg kell venniük, már nem éri meg a termelés, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ráadásul még az Unióban csak nem egységesen emelkedett a nyerstej ára, addig Magyarországon hónapok óta stagnál, ez pedig versenyhátrányt okoz a hazai termelőknek. A kamara és a tejtermék tanács szakértői szerint a helyzet rendezése érdekében minél előbb rendezni kell a nyerstej árát. A Magyarországon megtermelt nyerstejből származó tej és tejtermékek eladását pedig kereskedőknek jobban előtérbe kellene helyezniük.
Fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte a Bonyhádi Képzőművészeti Kör. De nem csak egykori és jelenlegi tagok, barátok, ismerősök voltak ott a kiállítás megnyitóval egybekötött ünnepen, hanem a város vezetése is háláját és elismerését fejezte ki az emberöltőket átívelő művészeti kör és mindenkori vezetői munkája előtt. Hetvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték a Bonyhádi Képzőművészeti Kört mindenkori tagjait és vezetőit. Filóné Ferenc Ibolya köszöntőjében hangsúlyozta, akik a képzőművészeti kör tagjai lehettek valaha is, egészen más szemüvegen keresztül látják a világot. Milyen értékeink vannak itt ezen, ebben a kisvárosban, hogy egy civil szervezet élet, mert egy magánember életében is jelentős időszak, akár 50, akár 70 év, van, aki meg sem éri. De hogy egy civil szervezet, egy kör, egy klub életében mit jelent ez a 70 esztendő, szerintem azt igazából nem is tudjuk felfogni. Az ünnep egyben kiállítás megnyitó is volt, a falakon egykori és jelenlegi alkotó tagok munkáiból válogattak. Kovács Ferenc prímadíjas festőművész tanár 48 éve vezeti a képzőművészeti kört Bonyhádon. Amikor ezt a 70 évest kigondoltam, akkor arra, hogy is mondom, összpontosítottam, hogy egyszer tiszteletet adjunk a régi vezetőknek, a régi alkotóknak, azután tisztelegjek azok előtt, az alkotók előtt, akik valamikor jártak a körbe, de már nem járnak, de folytatják az alkotó munkát, és nyilván tisztelegni akartam, és menedzselni akartam az jelenlegi tagokat. Ahogy Kovács Ferenc fogalmazott, a mostani kiállítás érdekes kordokumentum és korrajz a Bonyhádi Képzőművészeti Kör elmúlt 70 esztendejéről. A jubileumi kiállítás szeptember 28-áig tekinthető meg. A népművészet él és van létjogosultsága a mai modern világban. Ezzel a mondattal nyitotta meg Szabó Zoltán a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának fő múzeológusa a Bőség Kosara című kiállítást Szekszárdon. A szakember szerint a Tolna megyei Népi Művészeti Egyesület tálata minden szempontból egyedülálló, és szépen bemutatja az itteni sokszínű gazdag népművészetet. Olyan népművészet gazdagságú területek vannak, mint például a Sárköz, vagy a Mórágyi fennsík, vagy mondhatnám a fazekasokat, a sárközi fazekasokat egészen a nemzetiségi fazekasokig, Mecsek Nádasdig, Ófaluig bezárólag, vagy az idejövő székelységnek a kultúrája, az idejövő Moldvai csángok kultúrája. Sorolhatnám a tambura készítés, ugye itt a kiállításban is lehet látni. Pécset fogadta edzőmeccsen az atomerőmű ESE élvonalbeli kosárcsapata. A hazaiak foghiasan léptek pályára, hisz három válogatott játékosát is nélkülöznie kellett Szekulovics mesternek. Az ASE és a Pécs kerete is összeállt már, mindketten a felsőházba igyekeznek majd a bajnokságban. Első edzőmeccsét a Pécs ellen játszotta az atomerőmű ESE kosár csapata. Bár már teljes az ASE kerete, ugyanis pénteken megérkezett Olaszországból a negyedik idegenlégiós Nick Faust is, mégis több hiányzóval léptek pályára a paksiak. Nehéz nagyon volt játszani, hiányzott három válogatott játékosok, Trajkovszki, Ellingsfeld, Rujak. Ma délután Kovács Ákos kaptad a lázos, 38 fog, és nem tud segíteni. Nagyon, nagyon rövid volt a kispad. A találkozón 97-80-ra a vendég pécsiek győzedelmeskedtek, bár egy felkészülési tornán nem feltétlenül az eredmény számít. Pécs vezetőedzője szerint ők ott tartanak a felkészülésben, ahol ebben az időszakban tartaniuk kell. Nekik csak Horthy Bálintot kell nélkülözniük. Nem érdekel senkit az eredmény. Azért jó volt, hogy ennyi pontot tudtunk dobni. Mindkét gárdának a felsőházba kerülése az elsődleges cél a bajnokságban. A paksiaknak a három hiányzó válogatott játékos miatt nem éppen zökkenőmentes a felkészülés. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk a híradót. 4 évszakos sípálya lesz Pécset.
Misinán tartotta országos ülését a sí és turisztikai klaszter. Egyre többen választják a somogyi fürdőket, 10%-kal nőtt a vendégforgalom a létesítményekben. Kicsi, de fejleszthető, 10 milliárdból készítene fürdőt az Összefogás Pécsért szakembere. Egyre népszerűbbek a somogyi élmény és gyógyfürdők. Januártól augusztus végéig mintegy 10%-kal több vendégforgalmat regisztrálhattak, mint az elmúlt év ugyanezen időszakában. A szakemberek szerint ez annak köszönhető, hogy egyre elterjedtebb hazánkban az egészségturizmus, és sokan a gyógyvizeket választják. Mintegy 70 ezer vendéget fogadott ez a siófoki fürdő az év első 8 hónapjában. Ez jóval meghaladja a tavalyi forgalmat. A növekedés nem véletlen, az elmúlt időszakban több pozitív változás is történt. Egyrészt az időjárás is kedvezett, másrészt jobbak a szolgáltatások, a harmadik, hogy folyamatosan olyan programokkal gondolkodunk, ami még előrébb viszi a fürdő látogatottságát. A siófoki fürdőkomplexum látogatottságát a hosszas esős időjárás is elősegítette, hiszen a csapadékos napokon inkább ezt a kikapcsolódási lehetőséget választották a turisták. Ez pedig már az igazi gyógyfürdő, amely szintén nagyobb vendégforgalmat könyvelhet el az év első 8 hónapjára. Januártól augusztus 31-ig fantasztikus időszakunk volt, több mint 10 000 vendéglétszámmal meg tudtuk emelni az elmúlt évhez képest az idei vendégforgalmunkat. A nyári hónapok tekintetében pedig a 103 000 fős létszámot át tudtuk lépni. A szakemberek szerint annak is köszönhető, hogy kedveltek a somogyi fürdők, hogy egyre népszerűbb az egészség. Megőrzés az emberek körében. A gyógyító víz mellett pedig a különböző kezelések is közkedveltek. De természetesen az időjárás is befolyásolja a fürdőzési kedvet, valamint a folyamatos fejlesztésekre is szükség van, hogy a fürdőzők minél modernebb környezetben kapcsolódhassanak ki. Nem csak a fürdőzési kedv nőtt a hazai gyógyvizes komplexumokban, hanem a vendégészakák száma is emelkedett, hiszen ma már akár 3-4 éjszakát is eltöltenek a turisták egy-egy fürdővárosban. Kisvárosi léptékű, de fenntartató élményfürdőt építeni a szakember Tüskés réten. Olyat, ami később fejleszthető. Dévényi Sándor építész beszélt erről szerdán, szerintem megfelelő az ÖPE javaslata a strand helyszínére. Azt mindenképpen el kell kerülni, hogy az önkormányzat egy újabb gigaberuházással olyan létesítményt hozzon létre, amelyik vesztességgel működik évről évre. Itt a Tüskés réten is 10 milliárd forintból képzeli el a pécsi élményfürdő megépítését az Összefogás Pécsért Egyesület. A Kossuth-díjas építész, az ÖPE volt képviselője azt mondja, ebből egy kisebb strand építhető. Én magam a Barcsi gyógyfürdőt terveztem, meg a Marcali gyógyfürdőt. Ezek mind olyan léptékű létesítmények, amiket itt ebből a pénzből meg lehet valósítani. Ezt úgy kell megcsinálni, hogy fejleszthető legyen, mondja Dévényi. Ez a városi tervekkel is összhangban lenne, hiszen növelni szeretnék a turizmust Pécsen. A kulturális és műemléki értékek mellett családi szórakozást nyújthatna az élményfürdő. Azonban a fenntartása fontos kérdés. Például a Barcsi gyógyfürdő önfenntartó. Nem azt mondom, hogy nagy nyereséget produkál, de a város költségvetését nem terheli. Persze ott rendelkezésre áll egy olyan hőmérsékletű gyógyvíz, ami Pécset nincsen. Tehát itt melegíteni kell a vizet, vagy mindenképpen melegíteni kell, mert azok a források, amelyeket ismerünk, azok noha csapvíznél melegebbek, de azért nem elengedő ahhoz, hogy egy ilyen működjön. 40-50 fokos források vannak, amik 10 fokos hőveszteséggel szállíthatók a helyszínre. A hőerőmű közelsége megoldás lehet, vagy napenergiával melegítenének. Közlekedési szempontból is megközelíthető lesz a terület. Olyan útfejlesztést terveztek a környékre, ami akár busszal is megközelíthetővé teszi Tüskésrétet, valamint a kertvárosi tervezett kerékpárút is itt haladna. September 20-án kerül a pécsi közgyűlés elé az élményfürdő helyszínének kiválasztása. A város polgármestere szerint is jó helyszín lehet a Tüskésréti Szabadidőpark, ezt nyilatkozta Páva Zsolt korábban.
Négy évvel ezelőtt, 2014. május 22-én 15 alapító szervezete alakult meg, a sí és turisztikai klaszter. A folyamatosan bővülő klaszter országos ülését szerdán a Misina tetőn tartották. Itt elhangzott, hogy Pécset nem csak a síház, a sípálya és azok környezete újul meg, hanem egy 4 évszakos fejlesztést, vagyis műanyagborítású pálya létesítését is tervezik a városban. Ezeken a felvételeken az idei havas diákolimpia résztvevői síelnek, de ezekből a napokból viszonylag kevés van, összesen körülbelül egy hónap évente. Mivel a PVSK síszakosztálya hóágyúval nem rendelkezik, csak hóesés után használható a pálya. Nagyon népszerű, a Magyarország az egy sí nemzet, azt lehet mondani, nagyon sokan járnak külföldre, de itt mi pont azt próbáljuk terjeszteni, hogy Pécsett is vannak lehetőségek síelni itt a sípályán. Átlagosan 30 nap havas síelhető nap van a szezonban, tehát ide is föl lehet jönni. Nem olyan körülmények, mint Ausztriában vagy az Alpokban, de síelhető, és ez egy jó lehetőség. A Misina tetőn hamarosan felújítják a felvonót kiszolgáló síházat, korszerűsítik és a Misina irányában bővítik a pályát, ami komfortosabbá teszi majd a sportolók síelését. Ezeken kívül a felvonót is felújítják, valamint hóminőséget javító eszközöket is beszereznek. A fejlesztéseinknél figyelembe kell vennünk az adottságokat, a klimatikai viszonyokat és azt, hogy hány havas nap van, de ehhez képest az éppen 100 évessé váló PVSK teljes jogú szakosztályoként a sí szakosztály is fejlesztéseket tervez. Én ezt próbálom majd koordinálni, építészként ambicionálom is az ilyen jellegű fejlesztéseket. Ebben nagyfokú összefogás van, én úgy érzem, a PVSK-ban és a városban is, és bizonyosan a klaszter is ebben tud minket segíteni. A helyi síklub a PVSK szakosztálya 1945-ben alakult, és eredményes múltra tekint vissza. A jelenlegi pályát 1958-ban alakították ki, amit 1960-ban egy kéthelyiséges síház építése követett. A pálya szomszédságában 1948 és 62 között síugrósánc is üzemelt, így síugró versenyeket is rendeztek a Misinán. A síklasszer tulajdonképpen rendkívül örülnek, hogy Pécsre került. Ez a sísportot kívánja fölkarolni elsősorban, ugye a tömegsportot. Megvan a versenysport, azt a Magyar Síszövetség keretein belül megy, a klaszter pedig minden nemű tevékenység, ami a sísporttal összefügg, ezt próbálja elősegíteni minden módon. A sí és turisztikai klaszter ülésén elhangzott, hogy a városvezetés a PVSK-val együttműködve olyan helyszínt keres a városban, ahol egy 4 évszakos műanyagborítású sípályát alakíthatnának ki. Ez a 21. századi igényeket kielégítő fejlesztés az ország több pontján már megvalósult. Busók, jankelék, maszkfaragók. A mohácsi busójárásról szól Beznán József Télűzők című fotókiállítása, illetve könyve. A művész csak nem 50 éve foglalkozik képkészítéssel, most pedig első alkalommal mutatta be az erről a népszokásról összegyűjtött alkotásait. A képeken nem mindennapi szemszögből láthatják az érdeklődők a busók szokásait. József ugyanis teljesen beépült közéjük. A kiállításon és a könyvben is végigkövethetjük a többnapos fesztivált elejétől a végéig. Az egész kiállítás, illetve ez a dolog ugyan belőlem jön, belülről, amit érzek, de nem öncélú, mindenképpen adni szerettem volna. Mindenképpen a könyv is tulajdonképpen a kiállítás anyag, plusz még egy kiállításnyi anyag tartalmáról szól, de elég nehéz volt így is összeszedni, illetve azokat a néprajzi hagyományírásokat összefércelgetni, amiből összeáll egy olyan kép, hogy mindenkinek valami kis betekintése lehessen arról, hogy mi az, amit én el szeretnék erről mondani, mi az, amit én érzek ezzel kapcsolatban. A lényeg az egésznek az, hogy örülök, hogy ezt valaki szívesen a kezébe veszi. Végül a legfontosabb hírek még egyszer röviden. Magamutogatás, zaklatás, szexuális erőszak. Nőtt a szexuális bűncselekmények száma Tolna megyében. Fokozott ellenőrzések, nagy erőkkel készül a rendőrség a szexuális szüreti napokra. Energetikai fejlesztések, magánlakások és a városháza is megújul Pakson.
születésnap, 70 éves a Bonyhádi Képzőművészeti Kör. Tolna megyében pénteken egy közeledő gyenge hidegfront előtt még marad az eddigiekkel megegyező nyári meleg, csak fátyolfelhők szűrik a napsütést. Éjjel fordulhat elő szorványosan zápor, egy-egy zivatargóc ekkor érkezik a hidegfront. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!